szorosabb uniós alapszerződést akar Angela Merkel és Nicolas Sarkozy. A német kancellár és a francia elnök szerint ez a kulcsa az eurózónát sújtó válság megoldásának. A módosított alapszerződés már jövő tavasszal életbe léphet. A kezdeményezést a csütörtökön kezdődő uniós csúcson is megvitatják a tagállamok. A két vezető Párizsban megegyezett, hogy ha 27 tagállam közül valaki nem fogadná el az új feltételeket, az eurózóna 17 országa akkor is életbe lépteti azokat. Javaslataik szerint automatikus szankciókkal büntetnék a 3%-os költségvetési hiány túllépő államokat. Az eurózóna tagállamainak a költségvetését pedig az Európai Unió bírósága hagyja majd jóvá. A francia elnök drámainak nevezte a közösség helyzetét. Németország és Franciaország a két legnagyobb európai gazdaság. Ha közöttünk megengedjük a nézetkülönbségeket, akkor azt kockáztatjuk, hogy egész Európa szétesik. Ez a válság külön súlyt ad az egységtörekvéseknek, mondta Nicolas Sarkozy. A német kancellár szerint is csak egy szorosabb összefogással lehet úrrá lenni a nehézségeken. Ráadásul erre nagyon kevés idő áll rendelkezésre. Merkel hangsúlyozta, hogy véges a türelme. Ha a tagállamok megint ellenállást tanúsítanak, akkor B-tervként az euróvezetben vezetik be a szigorúbb szabályokat. A többi uniós tagállam, ha akar, csatlakozhat a megoldáshoz, ha nem, akkor kimaradnak. Az Európai Uniót azonban ebben az esetben a szétesés fenyegetni. Angela Merkelnek egy fontos ügyben sikerült meggyőznie a francia elnököt. Végleg eldőlt, hogy nem fogják eurókötvényekkel kiváltani az eladósodott tagországok tartozását. Ezt a megoldást a német közvélemény és Merkel kancellár is hevesen ellenezte.